A helyi gazdaság megerősítése, a fiatal népesség megtartása a célja Nyírbátornak. A következő években olyan beruházásokat, fejlesztéseket terveznek, amely vonzóvá teszi a fiatalok számára a várost. A Nyírbátori Ipari Park a térség egyik legnagyobb gazdasági övezete, ahol több ezer fő dolgozik a multicégeknél. A vállalatok azonban egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt. Itt ma már nagyon-nagyon nagy a hiány, jellemzően a termelő szektorhoz kapcsolódó mind felsőfokú, mind középfokú szakképzett réteg iránt, jellemzően műszaki, gépészmérnöki végzettségek, középiskolai szinten pedig az olyan technikusi vagy gépészi végzettségek, amelyek nap mint nap kellenek. Ezért nekünk komoly együttműködésünk van mind a szakképzési centrummal, mind pedig az egyetemekkel annak érdekében, hogy egy teljesen újszerű programot alakítsunk ki ezen a területen. A városvezetés szeretné, ha a helyi fiatalok tanulási, továbbtanulási esélyeit segíthetnék. Fontos, hogy a helyben végzős, főként középiskolások munkahelyeket találjanak a Nyírbátorban működő vállalatoknál. A város ezért egy új ösztöndíj programot is indít. Elsősorban a hátrányos helyzetű szegény társadalmi csoportokban jellemző az, hogy bár elvégzik az iskolát, nem jellemző, hogy olyan szaktudásuk vagy szakképzettségük legyen, ami közvetlenül adaptálható a cégek számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy az önkormányzat és a termelő cégek egy közös ösztöndíjprogramot hoznak létre, amelynek lényege, hogy az önkormányzat a szegény sorsú, de tehetséges gyerekeket az általános iskolában egy ösztöndíjprogramban részesíti, és ezek a gyerekek tovább lépve a szakközépiskolába a cégeken keresztül egy hasonló folyamatos támogatást kapnak. A szülőknek, a családoknak folyamatosan együtt kell működniük, a támogatást a diákok tanulmányi eredményeikhez kötik. A polgármester elmondta, az ösztöndíjprogramba bevont cégekkel hamarosan megkötik az együttműködési szerződést.